A stúdióban tehát Tóbiás József, az MSZP elnöke, akit McCain szenátor szavairól, a jövő évi veszprémi választás esélyeiről, és Gyurcsány Ferenc úgymond monomániás baloldali összefogás elképzeléséről is kérdezek. Jó reggelt kívánok, elnök úr, köszönöm szépen, hogy itt van. Na hát ez az új fasiszta diktátor, ugye, amit McCain szenátor mondott pár nappal korábban, aztán egy picit finomított egy későbbi közleményben. Feltételezem, hogy azért Magyarországon a felelősség teljesebb politikusok is azt gondolják, hogy ez azért nagyon durva megfogalmazás. Az az igazság, hogy az év elején már McCain szenátor megfogalmazott kritikát a magyar kormány politikájával kapcsolatban. Súlyos gondok, aggasztó gondok vannak Magyarországon. Akkor a jogállam, a demokratikus működés, az intézményeknek a szétválasztása volt a fő napirend, és azt követően pedig a megszólalások, mind a volt elnökök, mind pedig a külügyi vezetésnek, az amerikai külügyi vezetésnek a megnyilatkozásai egyértelműen jelzik, hogy súlyos gondok vannak Magyarországon. Csak ugye néző is értse, hogy itt a civil szervezeteknek a mondjuk úgy letámadása, a sajtószabadság és a bíróságok függetlensége volt még januárban amit ő kifogásolt. Így van, és hát ezt követően ez maradt, ez nem változtatta a kormány meg a politikáját a tekintetben. Aztán jöttek a társadalmi tüntetések, tiltakozások, éppen a tegnapi nap is, tehát maga a totális állam rendszerének, korrupt rendszerének a működése, ami a civil társadalom oldaláról jelenik meg, egy mélyülő szegénység, és vele pedig a jogállamnak a teljes felszámolása, amely már Amerika, a nyugati partnereink oldaláról is, mind bal oldalról, mind jobb oldalról egyaránt kritikaként jelennek meg, hiszen John McCain szenátor, akit a miniszterelnök még 2008-ban nemzeti hősnek titulált teljes joggal amerikai elnök választás kapcsán, ő egy republikánus, egy konzervatív politikus Amerikában. Igen, azért ott nem olyan egyértelműek a szerepek, hogy ki van jobb oldalon és ki van bal oldalon, tehát ott a republikánus meg a konzervatívok között is lehetnek markáns baloldaliak, csak mondom. Természetesen, csak attól még ő annak a pártnak az emblematikus figurája. A jelzés az, hogy már nem csak úgy látszik, hanem már megismerték a jelenlegi kormány filozófiáját mind a kormányzásban, mind a társadalompolitikában, mind a gazdaságpolitikában. És ezért ez a felismerés az oda vezet, hogy már csak kemény szavak maradtak. Tehát olyan kemény szavak, amelyeket mi Magyarországon értelemszerűen minősíthetünk. De a tény, hogy ma nincs olyan szövetségese már jószerűen Magyarországnak, egy elszigetelődött ország és kormány látszik, amelynek Magyarország a vesztese. Illetve feltételezem, hogy amerikai szempontból nem elszigetelődött, hanem ugye kelet felé nyit, mint hogy ebben a második közleményben már az új fasiszta diktátoros megnyilatkozás után, amely egy picit azért ilyen, bocsánat, hogy ezt mondom, lájtosabb volt, ugye ő azt mondta, hogy Orbán Viktor rendszere kihívás az Unió és a NATO rendszere ellen is, vagy hát az alapvető értékeivel szemben is, tehát ez egy picit finomabb megfogalmazás volt. Ez már azt jelenti, hogy az ember, ha egy olyan közösségben, mint akár egy biztonsági közösség, a NATO, mint pedig az Európai Uniós közösségének teljes jogú tag, élvezi annak összes előnyét, részt vesz annak a formálásában, akkor van egy pont, amikor el kell dönteni, hogy azok a geopolitikai vagy gazdasági szempontok, amelyeket magának fontosnak tart egy ország, azok felülírhatók-e az értékeink. De hát nyilván nem butaság azért ez a keleti nyitás, már bocsánat, hogy ezt mondom, szóval azért itt a németek, vagy az angolok, vagy a franciák is hasonlóképpen nagyon markánsan nyitnak. Kereskednek. Gazdasági kapcsolatok mindig is voltak. Itt nem arról van szó, hogy lehet-e keleten nyitni, hanem szükséges-e ehhez az a típusú berendezkedés, amelyet jelen pillanatban a miniszterelnök előszeretettel szeretne megvalósítani Magyarországon, nevezetesen azt a típusú politikai berendezkedést, ahol nincs helye az alternatívának, ahol nincs helye a civil társadalomnak, ahol a médiát el lehet hallgattatni, ahol lehet úgymond híreket úgy gyártani, hogy a mi kedvünk szerint jelenjen meg, és ez most a kormány kedve szerint, ahol a civileknek a működése... Most éppen arról beszélünk, amit lehet vagy nem lehet. Tehát feltétlenül ezeknek mégiscsak lehet bármiről beszélni, hát ebben az országban. Még lehet. Bár, ha megnézzük, hogy a civil kontroll, a társadalmi kontroll hogyan tűnt el az elmúlt 5 évben a különböző kormányzati intézmények működésében, mennyire nem átlátható ma a gazdálkodása a kormányzatnak, mennyire nem lehet például a norvég alap esetében, mennyire nem tudja a civil társadalom teljesen jogszerű eszközeivel elmondani, ha más véleménye van, mindarról, amit a kormány tesz. A civil tüntetések pontosan azt jelzik, hogy nem avatkozhat be a kormány, nem uralhat mindent. Vannak olyan felületei a társadalmunknak, amelyet ő nem mondhat meg, hogy vagy így lehet, vagy csak úgy lehet. Erről szól az üzenet, hogy nem
az a gond, hogy kereskedik-e vagy sem valaki Kelettel. Az a gond, ha olyan politikát és olyan társadalmi berendezkedést akar, mint a Kelet. Hogyha már itt a tüntetéseket említette, az utcai megmozdulásokat, már itt az elmúlt hetekben Budapesten, illetve a nagyobb városokban tapasztalt megmozdulásokat, nem lenne szerencsésebb mondjuk az MSZP-nek beállni a markánsabban valamelyik tüntető csoport mögé? Miért tehát kellene beállni? Hát gondolom azért, mert hogy ugye Orbán Viktorék is ezt csinálták akkor, amikor önök voltak kormányon, hogy folyamatosan az utcára vonultak, legalábbis hát Orbán Viktorhoz tartozó emberek az utcára vonultak, vagy őt támogató emberek. Én azt hiszem, az elmúlt hónapokban rengeteg baloldali érzelmű ember vett részt a tiltakozásokon, de az, hogy a civil társadalom megmozdult, és az elmúlt másfél hónapban többször, akár a tegnapi napon is tanújelét adta, hogy nem jól mennek a dolgok, súlyos gondok. Hát csak ugye maguk oldalára billentsék ezt egy picit. Nem lehetne ezt kihasználni? Én kérdezem, nem tudom, hogy technikai ez hogy ez igazán a politikának most más a szerepe. Az a szerepe, hogy az alternatívát, ezt a tiltakozást, ezt olyan energiává alakítsa, ahol megoldások születnek. Hogy hogyan nézzen ki a jelenlegi kormány után Magyarország, hogy hogyan lehet mérsékelni a szegénységet, hogy hogyan lehet azokat az aktív dolgozókat, akik ma még küzdenek, de nem tudnak megélni az egyhavi bérükből. Eközben pedig a rendszer azt mutatja, hogy vannak, akiknek állami pénzek támogatásával nagyon jól megy Magyarországon. Lehet egy cégben akár 6 hónap alatt 300 millió forint nyereséget realizálni. Hol élünk? Miközben egy pedagógus, egy egészségügyben dolgozó, aki dolgozik 48, 60 vagy akár 70 órát is egy héten, és nem tud megélni az a havi béréből. Azokkal mi történik? Neki ki ad megoldást? Ez a feladata az ellenzéki politikának. Hát nézzük, hogy például a veszprémi választás megoldást ad, de már olyan szempontból, hogy mondjuk a kétharmad erejét veszti, amennyiben Kéz Zoltán nyerne ott, akit önök is támogatnak. És itt nem pontosan értem, hogy az országos elnökséget olvastam, hogy támogatják Kéz Zoltánt, és azt mondták, hogy kérik megfontolásra a veszprémi szervezetet, hogy ők is fontolják meg, hogy visszaléptetik-e az ottani saját emberüket, mármint az ottani szocialista jelöltet. Miután egyértelműen az országos elnökség Kéz Zoltán támogatja, mi a helyzet most Veszprémben? Nem léptettünk vissza senkit. Volt a Magyar Szocialista Pártnak, és van is alkalmas jelöltje, és hogyha pártközi versenyt kellene rendezni, ugyanúgy, ahogy Újpesten, akkor Pál Béla lenne a Magyar Szocialista Párt jelöltje. De nem erről van szó. Pontosan arról van szó, hogy az ország érdeke az, hogy 2015. februárjában megmutassa, hogy az a kormányzat, amely fenten hivatkozik arra, hogy neki a társadalmi legitimitása megvan, amelyet már jószerűvel Újpesten felmutattak a választók, hogy nem kérnek ebből a kormányzatból. A tiltakozások, a civil tüntetések után legyen egy olyan jelölt, amely a civil társadalom jelöltje, amelyet a politikai pártok támogatnak. És ez nem összefogás? Itt nem megint minden Gyurcsány Ferencről szól? Mármint az ő monomániájáról, mert hogy az összefogásról van szó, amikor az ő monomániájáról beszélünk, tehát nem arról van szó, hogy megint mindenki egy jelölt mögé sorakozik föl? Nem, mert hogy nem abban egyezkedtek a pártok, hogy ki legyen a civil jelölt, hanem a civil jelölt egy helyi közösség által bevállalta, elindult. Ott a politikának az volt önállóan, az MSZP-nek, az összes többi pártnak az volt a felelőssége, hogy eldöntse, hogy a civil jelölt támogatására buzdít, vagy pedig önálló jelöltet állít. Ez nem az összefogás, ez az együttműködés. Együttműködés a civil társadalommal. Hú, hát 9 percet beszélgettünk, lejárt az időnk, itt az összefogás, meg az együttműködés értelmezés, és szerintem legközelebb akkor folytatjuk, mert ez engem nagyon érdekel. Köszönöm szépen, Tóbiás József, hogy itt volt.